üdvözlöm őket. Ismétem? Ittán halatok. Mi is van? Mi is történik? Az történik. Éppenséggel nagyban sétálok. Kint a határban. Közben edzem az agyamat. Szememet is felesztem. Próbálok minél távolabb látni. De ami folyó nem akar összejönni. Bepróbálok egy pontra fókuszálni, és ez helyett megfájdult a szemem, fájnak a szemeim, mind-mind távoktatásnak köszönhető, még annak a korlátozásoknak nem lehet annyit mozogni, mint amennyit kellene, és még a napi 3 óra hosszabb séta, inkább a havise, már kb. Egy hónapja. Nem sétáltam 3 óra hosszát. Na, komoly következményei lehetnek. Teljesen leépülhet a szervezet. És hogyha leépül valami tüdőkapacitás, egyéb más. Minden más már nagyobb veszélynek van kitéve a vírusnak. A vírusnak ez ennyit. És mostan tovább sétálok. És láma meg fog lenni a 2 óra hossza. Közben meg addig meg lesz ilyen témák fognak lenni. Tud közben ki fogom gondolni, nem pedig előre megtervezett videókat fogtok hallgatni. Most csak ez az alapvideó. Most azt lássátok, ha nézitek majd. Ez a fontosság, hogy gyalogolok, sétálok. Napi szükségleteket elvégeztem, és így szóval időmben nem virtuális világban nézegetem szemeimet, és így megkímélem, de nem sokáig, 2 óra után ez is be lesz fejezve, kéten leszek a virtuális világ ott megint látni, nézni. Egyszerűen ezzel nem, már nem lehet tenni. Egyre csak jobban kivantok rá szoktatva. Zajlik. Ennek rengeteg minden fog maga után. Ez olyasmi, hogy nem, egyszerűen nem tudjátok észrevenni azt, hogy mit is művel veletek 10-20 év alatt, 30, szépen lassan tesz tönkre azokat, akik ezt nézegetnek. Hát nem olyan, mintha isztok alkoholt, neki egy pár óra után hatása van neki, vagy kicsikét vesztek, vízipipáztok, heroinoztok vagy kokainoztok egy idő alatt, és nagyon gyorsan is száll neki a hatása. Szóval hosszú távon teszi tönkre az agyat, nem csak az agyat, hanem a szervezetet, leépíti a szemet, ugyanígy megromlik a szem által az agykapacitás is romlik. Akkor ne beszélve az izomzatról, ami az is odézik. Hanem nincs meg a napi szokása, 3 óra hosszás séta, komolyan feledik le az izomzat. Ez amit lehet tenni, nem ilyen
internetes oldalak helyett, vagy ilyen újabb TV helyett, ilyen vacak telefonok, újabb csúcsmodell telefonok helyett, ilyen iPhone-ok, ilyen Samsungok. Samsung azok a horgászok voltak valamikor. Velem az maradt meg, hogy a horgászok. Nem úgy hívják a telefonokat, hogy Samsung Fishing Mobil. Mind-mind. Jól van, károsít, mint amennyi hasznot ad. S helyette kellett volna menni egy kababicivét legalább. És akkor napi szinten van nehéz. Milyen nehéz időszak, és van nehéz időszak. Megfogni és tekerni vele. Tud átállítani rajta a nehézségi szintet, és akkor ebben rá kompenzálni a sétálást, más nem annyira földéseket kell végezni, fekvőszámaszokat. Egyéb mást székünk van mostan, de jobban tágulnak szét a izomzat. A jobban. Komolyabb következmény is lehetnek. Hogy ez a újabban a divat? Az eszközök. Tessék el egy telefon, egy ilyen sportkamera. Attól függően ki mire használja. A mobiltelefont átlagban. Ma figyelni szoktam régebben, egy-két évvel ezelőtt, mit is csinálnak, nagyba játszanak rajta. Játsszák a virtuális játékokat, lássák, kapnak eredményeket, élnek el vele. Aztán itt semmire sem bírnak felhasználni. Most használni, vagy nem használni. Itt van ez a szó is. Véletlenül ismétlődött mostan. Amikor iparkodok, minél kívánatosabban magyar szókincsat előadni. Vagy egy szóval. Sokká virtuális öröm teli pillanatokból kapsz eredményeket. Semmire sem fogod pénzre váltani. Nem fogod váltani a hasznodra. Csak az egészségedet teszi tönkre. Ugyanúgy, mint a filmek, sorozatok, a streamek, egyéb más nézegetése. Mind-mind ez is ilyen hatalmi szervetnek a művei. Amit leművelnek. Ez a vírus is, ez a karatén, hogy az, aki nagyon rájuk hallgat, nem mozog eleget, nem edzi magát, az van a legnagyobb valószínűségben elkapja ezt a víruskát. Arra is lehet kimeljutatni. A valóságban mindennek megvan a hátránya. Valóságban csinálsz, ami jót, ugyanannyi rosszat is van maga után. Most szóval, van ez a karatén. Jó van, be van tartva, mit csináljon, elvízi a házi munkákat, lustálkodik, fekszik, leül, és nézze a virtuális világot. És mi történik? Teljes mértékben az egyének leépül a szervezete, egyszerűen leépül. Megroncsa az agyát, átmossa virtuálisan, vackok. Én az az igazság, és sajnálni tudom azokat, akik a nagyobb szórakozásuk a filmek, sorozatok, meg ilyen játék streamek nézegetése. Mind-mind komoly agyi hibában vannak,
agyhibásak. Ez így van a valóságban. Itt főleg ahol. Várok valak. Történik. Meg. És mit lehet tenni az ellen? Hát, az ellen nagyon semmit sem lehet tenni. Lehet, ha van akaratod. Akarni kell azt, hogy nem vesző ilyen ördögféle találmányokat, mobiltelefonokat, laptopokat, asztali számítógépeket, tabletot, iPhone-okat, egyéb más maszkerakat. Helyette vettél volna egy futószalagot, az nem annyira jó, inkább szobabiciklit, vagy ilyen csukló, amivel lehet edzeni, ilyen kézfogót, vagy egy más. Hát de nem. Itt van ez a táj is. Látni. Mivé is. Vált az a hely. Mit maradtak meg, mit nem. Régebben szállások voltak. Soha tűntek. Egyszerűen eltűntek. Itt maradtak. Sima föllek. Számtó föllek. Most itt